A farsangi időszak vízkeresztől húshagyók eddig tart, ez idő alatt különböző mulatságok, bálok zajlanak. A székelyeknél jellemző ilyenkor az úgynevezett húshagyati bál. Ez a nap a húshagyóked napja, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik csatlakoznak a 40 napos böjthöz, ami 2023-ban február 22-én kezdődött. A nagy böjt kezdete valóban hamvazó szerda, hiszen ebben a szentmisében áldják meg azt a hamut, amit előző évben virágvasárnap barkákat, pálmaágakat megszentelt az egyház. Ezt a székelyek pimpónak nevezték a barkaágakat, és ezt elégetik, kiszitálják a hamut, ezt áldja meg az egyház, és a bűnbánat jeléül a híveknek a homlokára evel a hamuval egy keresztet rajzolnak, vagy pedig meghintik az emberek fejét egy kis hamuval. Ez az ószövetségi zsidó szokás volt, hogy amikor a zsidók bűnbánatot tartottak, akkor megszaggatták a ruhájuknak a szegélyét, és a bűnbánat jeléül hamuba ültek, hogy a böjtölésüknek, a bűnbánatuknak adják meg a külső jelét. Na most az egyház ezt a hamvazás szentelményét így átvette, és a nagybőjt kezdetén mi is bűnbánat jeléül hintjük meg a népeket hamuval, mondván, hogy porból lettél és porrá leszel, vagy pedig egy másik szöveget is használ az egyház, térj meg és higgy az evangéliumban. A nagybőjtnek bibliai eredete van, miszerint Jézus is 40 napig volt kint a pusztában, és ő is megkísértetett. Mi is életünk bármely területén megkísértetünk. A nagybőjt az Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának is az emlékezete. És általában péntekenként tartunk bőjtöt, és a templomba keresztúti ájtatosságokat tartanak. Jézus 14 stációjának szenvedésének állomását imádkozz el az egyház. Ez egy kis szertartás, énekelve, imádkozva Jézus kínszenvedésére emlékezünk. A böjt az fontos, hiszen az embert önfegyelemre próbálja nevelni, hogy uralkodjunk az ösztöneinken, az érzelmi világunkon, és egy kicsit, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A bőjtnek ez a jelentősége, hogy meghozza az ember szívében a bűnbánatot. Mindig egy tisztulási idő volt, egy testi, szellemi tisztulási idő, ez a 40 nap, hogy felkészüljünk a húsvétra, a feltámadásra. Bőjtölni többféleképpen lehet. Régebben a bőjtnek a legegyszerűbb formája, hogy a régiek, még az öregjeink megtartották a szerdát is, ezt kántor böjtnek nevezték, de az újkor kereszténysége a péntekeken böjtöl, és jelentette ez a pénteki hústilalmat, háromszori étkezést, egyszeri jól lakást. De a böjtnek abban a modern világban már annyi módja van, felkeresem, akit nem látogattam meg, megbocsátok annak, aki haragos, ez is egy belső munka. A böjt nem más, mint az én áldozatom. Hogy meghozom egy nagyobb jó érdekébe az áldozatot. És bizony ez sokszor munka, lemondás, és ez azért az embert lelkileg is növeli, és kialakít benne egy nemes lelkűséget is. És a böjtnek sokféle módja van, nem internet ezek. Hanem fogok, elolvasok egy lelki könyvet a nagybőjt idején. Vagy elmegyek könyvtárba, vagy nagyon sok módja van. A szemnek a böjtje, hogy nem nézek olyan dolgokat, hanem inkább jó cselekedeteket próbálok tenni. Bevásárlok egy idős nyugdíjasnak, vagy öreg anyámhoz elmegyek egy héten kétszer, és meglátogatom, meghallgatom őt. Bőjt néha egymással foglalkozni, emberi kapcsolatainkat újra éleszteni, és meg egyszerűen figyelni nem csak önmagunkra, hanem másokra is. Ha valaki vegetáriánus, annak nem bőjt, hogy nem eszik húst. De viszont az, hogy nem beszéli ki a másikat,
az bőjt lehet, az jó cselekedetre indíthat engem, vagy bárkit. És sok formája van a bőjtnek. A 40 napot követően pedig a húsvéti ünnepkör veszi majd kezdetét. Ami az öröm ünnepe, a feltámadás ünnepe, és hát a legnagyobb keresztény ünnep, mert hiszünk a lélek feltámadásában, hogy nem állunk meg a temetőkapuba, hanem aki katolikus keresztény, általában a temetőkbe kin van, hogy föltámadunk, hogy nem egy megsemmisülés reményében halunk meg, hanem hisszük az örök életet, amit Jézus készített a mennyei atyánál, hogy nem egy, az emberi élet nem egy semmibe süllyedés, hanem egy örök élet a léleknek. Egy beteljesülése az emberi léleknek, életnek.